A nyári rendezvény sor egyik kiemelt eseményére, az országos ikertalálkozóra már hónapokkal ezelőtt elkezdtek készülni az ikerpárok és a rendezvény szervező Eötvös József Művelődési Ház munkatársai. A 15. alkalommal megtartott ikertalálkozó helyszínéül augusztus 21-én ezúttal is az Ercsi Dunapart szolgált, de ezzel még nem merültek ki a hasonlóságok a korábbi rendezvényekkel. Ismét a művelődési ház előtti gyülekezővel és a mazsorettes felvonulással indult a nap, majd 10 óra magasságában sor került az ünnepélyes megnyitóra is. Minden ember egy csoda önmagában a maga történetével. Hát még amikor ikerpárokkal találkozhatunk, engem ez nagyon érdekel, hogy ők hogyan élték meg a párválasztást, vagy egyáltalán hogyan tudtak felnőni együtt, hiszen nagyon hasonlóan gondolkodnak, de mégis két teljesen különböző, vagy három, vagy négy teljesen különböző emberről van szó. Úgyhogy erre is bátorítok mindenkit, hogy használjuk ki ezt az időt arra, hogy valósággal találkozzunk egymással. A mai napon tehát csodákat ünneplünk egymásban, legfőképpen az ikrekben, hogy ezennel szeretném megnyitni ezt az eseményt, és mindenkinek nagyon jó időtöltést kívánok itt Ercsiben, jöjjenek vissza majd máskor is. Ezt követte az ikerinduló eléneklése, a mazsorettes bemutató és Koller Rebeka előadása. A délelőtti órákban még a vállalkozó szellemű ikrek produkálhatták magukat a színpadon, és még ebéd előtt a Zorica tánccsoport is fellépett. Sokan voltak kíváncsiak a továbbiakra is, a Nippon Zengő küzdősport aerobik bemutatójára és a Pürgosz görög showra is. Mozgással folytatódott az ikertalálkozó kavalkádja Banádi Edmond Fitness táncsoportjának, ezúttal is sikerült pörgős hangulatot varázsolni a rendezvény sátorba. A kora délután a Piciknek kedvezett a gyermek szépségversennyel és a Bóvita zenekar műsorával. A Tihanyi Musical Studio szintén pörgős műsort prezentált az 50-es, 60-as évek rock and roll stílusában. A szervezőknek sikerült egy csinos és tehetséges műsorvezetőt is megnyerni a produkcióhoz Cséza Kitti személyében, aki ebben a minőségben először állhatott a színpadon. Most már benne vagyunk a sűrűjében, mennyire élvezed a dolgot? Én nagyon élvezem, ugye a műsorok is fantasztikusak, a lányok nagyon csinosak, most akik ugye a szépségversenyre jelentkeztek, és minden fellépő egyszerűen hihetetlen. Én azt hallottam a közönség részéről, hogy nagyon tetszik nekik a műsorvezetésed, úgyhogy szerintem elnyerted ezt az állást hosszú távon. Nagyon, nagyon szépen köszönöm. A jövőben még meglátjuk, hogy hogy lesz és miként lesz. Ez nem rajtam, hanem a szervezőségem múlik. Volt-e valamiféle fennakadás? Volt egy pár, de azt át tudtuk hidalni. Az addig sem lanyha hangulat tovább fokozódott, hiszen az ikrek már a sátor előtt toporogtak a szépségversenyt várva. Szép napot, hölgyek, honnan érkeztek? Sopronból. Hú, az nagyon messze van, hogy tetszik a rendezvény? Nagyon jó eddig. Mindig jól szórakozunk rajta, ez a harmadik alkalom, hogy itt vagyunk. Látom, hogy a kettes számot szorongatják, ez azt jelenti, hogy a második hely meg lesz? Reméljük. Milyenek az ellenfelek? Női szemmel. Szépek nagyon. 2011-ben voltunk az ikertalálkozón, és ott a gyermek szépségversenyen neveztünk be, és az első helyzetet hoztuk el. Megpróbáljuk a felőszépségversenyen is. Úgy látom, hogy azért vizsgatuk nincsen. Nem izgultok annyira. Egy picit. Leplezzük, csak le kell leplezni. Összehasonlítva a másik rendezvényen, ez milyen? Hogy érzitek magatokat? Nagyon jól. Jó, mi mindenki rendezvényen jól érezzük magunkat. Itt az egész azon múlik, hogy ki hogy áll hozzá. Ha jól akarjuk magunkat érezni, jól érezzük magunkat. Hát ti nagyon jól álltok hozzá, meddig maradtok? Hát próbálunk estig jól érezni magunkat, és itt maradni, és bulizni. A versenyzők három különböző kategóriában mérettették meg magukat, a bemutatkozás után hétköznapi viseletben, majd az urak nagy örömére bikiniben és koktélruhában is láthattuk az ikerpárokat. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, mert a szednélszebb ikerpárok közül kellett kiválasztaniuk a legtökéletesebbet. Kassa Tibor félórás műsorának a végére megszületett a nehéz döntés is, aminek értelmében a 15. országos ikertalálkozó koronája Botka Nikoletta és Botka Henrietta fejére került.
Itt még nem ért véget a műsor, hiszen sokak örömére jött Bebe a Back to Blackből, akire meg hangulatot tudott varázsolni, és a következő fellépő, a Copacabana Brazil Show is hozta az elvárásokat parád és színpadi táncaival. Hátra volt még a feketén-fehéren helyi zenészeket tömörítő társulat koncertje, akik már hosszú hónapokkal korábban elkezdtek készülni erre az eseményre. Sajnos az ő műsorukat némileg agyoncsapta a rossz hangosítás, de remélhetőleg egy későbbi alkalommal ki tudják hozni majd magukból a maximumot. Összességében elmondható, hogy egy kellemes, színes rendezvénynek örülhetett a nap folyamán a Dunapartra látogató több mint 1000 helyi polgár.